Rendkívüli jelentőségű eredményt hoztak az atomerőmű területén végzett feltárások. A július 16-án talált sírokon végzett munkálatok lezárultak. Itt két férfi és két kislány maradványát találták meg. A szakemberek szerint igazán értékesek ezek a leletek, hiszen az avarkori időszakból kevés ilyen épp, rabulatlan és részletgazdag lelet áll rendelkezésükre. Feltételezésük szerint a 7. századra datálhatóak a maradványok. Teljes felszerelésükkel együtt temették el őket, a lányokat a fülbevalóikkal, a gyönyörű gyöngyökkel kivart ruhájukban, a férfiak a lót, a teljes ló felszerelésre együtt, az ablával, a szájában, a kengyellel, a derekán, a nyeregnek a kis maradványaival, amit megtaláltunk. A feltárást a Paksi Városi Múzeum munkatársai végezték. Azóta újabb sírhelyekre bukkantak a régészek, aminek feltárása még folyamatban van. Enyedi Bernadett, az Atomenergetikai Múzeum vezetője úgy nyilatkozott, nagyon izgalmas és érdekes dolog megtapasztalni azt, hogy szinte a működő blokkok alatt találhatóak ezek a több mint 1400 éves sírhelyek. Hozzátette, nem csak az Atomenergetikai Múzeum, hanem az atomerőmű is mindenben segíti a régészek munkáját. Nagyon fontos az atomerőmű számára is az, hogy a társadalmi felelősségvállaláson belül is a kulturális értékeknek, illetve történelmi értékeknek a védelme megőrzése az itt is meg tudjon ilyen módon is valósulni. A feltárt leleteket a tervek szerint időszaki kiállítás keretein belül mutatják majd be az érdeklődőknek.